Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe, illetve hát jön Warframe körüli hírek, és azon belül is egy specifikus hír, ami a Twitchről szól. Aki nézte a Warframe Deathstream-et, az minden bizonnyal tudja már, hogy Twitchen jutalmakat fognak kiosztani, aki nézte, de nem értette, vagy aki nem tud róla, akkor íme most így fog zajlani ez a dolog. Nos, most mondom, hogy minden infóz, amire egy szükségetek lesz, linket találtok a leírásában ennek a videóban. Mit kell tegyél ahhoz, hogy ingén megkapd ezeket a jutalmakat? Elsősorban szükséged lesz egy Twitch accountra, emiatt ne aggódj, a Twitch full ingyenes, hogyha eddig nem tudtad, kivéve, hogy a Twitch Prime-ra hajtasz rá, de arra nem lesz szükséged. Másodszorban össze kell kösd a Warframe accountodat a Twitch accountoddal, és gyakorlatilag így a Warframe-esek tudják mérni azt, hogy neked milyen tevékenységed van Twitch-el, mert hogy nézned kell egy Warframe Twitch streamert ahhoz, hogy megkapd ezeket a bizonyos jutalmakat. Nos, azzal, hogy már összekötötted a Twitch accountodat a Warframe accountoddal, már kapsz egy Siandanát. Szóval azzal már előrébb vagy. Utána nézned kell azt a bizonyos Warframe livestreamert, mondjuk engem, nézned kell azt a bizonyos Warframe livestreamert, és random fognak jutalmak bejönni, és nem kevés fajta, tehát kaphatsz itt Lisset skintől Prime cuccig, Nitainik skinekig, színpalettáig, kaphatsz mindent konkrétan. Egy jó pár dolgot, tehát ezek random fognak bejönni. Nos, de hogyha egy órán keresztül nézel egy Warframe livestreamert, akkor fogsz kapni egy ajándékot, ami hát, hát nem tudom, egy totem, valamire jó lesz, majd kiderül minden bizonyal, hogy kiosztják, ott valamire biztosan fel lehet használni, majd ez elválik, ezt kapod egy órán keresztül. Nos, hogyha a Warframe streamer konkrétan túlél egy éjszakát, akkor minden játékos, aki ezt végignézte, ezt a streamet, akkor az fog kapni egy szigilt. Nos, hát egy szigil, igen, ez van, de minden bizonyan jól fog kéne, ez egy-két szigil tényleg jól néz ki. Na most a Bibi ezzel az egésszel, hogy egy olyan streamert kell nézned, ugye, aki partner vagy ilyen kiválasztott streamer a Digital Extreme által. Nos, a jó hír, eddig én igazán nem foglalkoztam a partnerséggel Warframe terén, annyira nem foglalkoztatta a fantáziámat, de a kedvetekért jelentkeztem a partner programra, szóval remélem, amire kijön a Plains of Eldolon, addigra én is meg fogom kapni, mert elméletileg minden kritériának megfelelek azért, hogy Warframe partner lehessek. Úgyhogy, ja, ha kijön a Plains of Eldolon, ha minden jól megy, addig a partner vagyok, de attól függetlenül az előbbiekben felsorolt jutalmakat, hogyha valami oknál fogva nem kapnám meg az előzőekben felsorolt jutalmakat, attól függetlenül mind meg fogjátok ti is kapni. A szigét leszámítva, hát így jártunk. Nos, de remélhetőleg addigra megkapom a partnerséget, ami igazából elég sok előnnyel jár, csak eddig nem igazán foglalkoztam azzal, mivel jár a Warframe partnerség, mert nem azért játszottam a játékkal, hogy őszinte legyek, és hát most így a Twitch kedvéért, a ti kedvetekével megkaphassátok mindezeket a jutalmakat, jelentkeztem erre a partnerségre. Nos, igen, tehát amint kijön a Twitch, Plains of Eldolon, igyekszem a Facebookomon rögtön kiregni, hogy oké, srácok, live-ban vagyok, és aki szeretne, az jöjjön, nézze, és akkor megkapja ezeket a jutalmakat. Kicsit olyan fura, hogy a Warframe-esek részéről nézzétek a Warframe-et, már jutalmakat adunk ki. Hát remélhetőleg nem csak azért nézitek a Warframe-et, hanem azért is, mert élvezitek azt a streamert, illetve a játékot, de minden esetre válnak egy nagyon jó szórakozás, és igyekszünk minél többet felfedezni ebben a hatalmas expansionben, amit ki fognak adni. Ez minden bizony a Warframe egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb, hogy is mondjam, kiegészítője, és egy új területre fogja vinni a Warframe-et, és tényleg úgy néz ki, hogy ezáltal, hogy ez bejön, sokkal
de sokkal változatosabb lesz a játék és a modolások, a bildelések, a fegyverek, a játékstílus struktúra, és ez jónak látszik. És ugye itt a nagy kompetitor, a Destiny 2, hogy őszinte legyek, és kíváncsi vagyok, hogy mind a kettővel szeretnék játszani, de kíváncsi vagyok, hogy így melyikhez fog közel húzni a szívem, annak ellenére is a Warframe-ben lassan 3000 órát ölök bele. Szóval, nos, srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, várlak titeket Twitch-en, link a leírásban. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl. Sziasztok!